hallgatásra vezet. Az ok pedig az, hogy magyar katonák a hazájukat védték esélyükhöz híven, magyar érdekeket és a honfitársaik életét védték. Churchill az angliai csata után azt üzente az angol vadászpilótáknak, akik meggátolták, hogy a németek légifelét alakítsanak ki Anglia fölött, és azáltal lehetővé tegyék a partra szállást, hogy az emberiség történelmében soha nem volt még példa arra, hogy ilyen sok ember ilyen sokkal tartozzon ilyen keveseknek. Nos, mennyire igaz ez a magyar királyi légierőre, ezen belül a Puma vadászegységre. Ez az elhallgatás olyan jól sikerült, hogy én 22 éves koromig nem tudtam semmit arról, hogy édesapám közéjük tartozott. Sőt, 6 éves emlékeim szerint 6 éves koromtól kezdve voltak emlékeim, akkor jött haza Rákosi börtönéből. És 22 éves koromig a családban, hogyha szóba került a neve, akkor ilyen jelentőségteljes összenézés és csönd lett. 22 éves koromban egyetemi vizsgáimra készülve csengetnek, kimegyek, sehol senki. Ez a könyv támasztotta otthon egyébként, támasztotta az ajtófélfát. Fogtam, bementem, leültem, elkezdtem nézegetni, elámultam egy csodálatos kiállítási könyv, és addig az időpontig, a megírás időpontjáig a világ összes vadász ász pilótája benne van. Hát ász az, akinek ötnél, vagy öt légi győzelme van. Szerencse, hogy ültem, mert a magyarokhoz amikor értem, akkor a legjobbak élén édesapám nevét találtam 34 légi győzelemmel. Én még addig azt sem tudtam, hogy egyáltalán. Azt tudtam, hogy a háború alatt katona volt, de hogy repült még ez sem. Fogom sátorfát, átrohanok hozzá, hogy mi az, hogy a fiad erről nem tud. A válasz egy ideges szigarettára gyújtás, majd a kérdés, hogy ez hogy került hozzád. Lehet közben egyébként. Ja, ezzel is tudom. Igen, persze, ugyanúgy. Bocs. Nos, akkor elhatároztam, hogy na, ennek a dolognak utána járok, és hát kiderült, nem csak természetesen, nem csak az én utánjárásom során, hozzám hasonló repülést mutat, katonai múltat, szerető ifjak, idősek, valamint hát igen a repülés történelemmel foglalkozók, hát köztük ki kell emeljem Mezes Renge Csabát, akik nagyjából most már nagyjából az ember azt mondja, hogy nagyjából sejteni lehet, vagy nagyjából tudjuk, hogy kik voltak, mik voltak, mit csináltak. Nos, három egyszerű parasztgyerekből a második világháború egyik legjobban dekorált repülőtisztjelet. Három fő alapvető tulajdonsága volt, az egyik az akaraterő. Nekem azt mondta, hogy figyelj, de ha nekünk azt mondták, hogy mászunk fel a falba, fölmásztunk. Utólag visszagondolva elhiszem. A másik pedig a sportszeretet és a sportszerűség. Harmadik pedig a korrektség, a minden áron való az korrektség, még ha az életbe kerül akkor is. Somogy megyében, Kőkuton egy kis faluban, 30 fős kis faluban, 30 házas kis faluban született. Édesapja a két vitézi érmet szerez az Isonzónál, Horthy első között üti vitézé, a nevet ekkor változtatja Szántiról Szentgyörgyire. Hát a második érmet azért kapja, mert tüdőlövéssel egy kocsin, lovaskocsin viszik a tolmányi kórházba, útközben meglátja egy bajtársát, egy összeégett bajtársát az útszélén, megállítja a kocsit, leszáll, felsegíti a bajtársát, majd a sarogjába kapaszkodva, majd 10 kilométert csoszog, vánszorog a kórházig.
Édesanyja egy nagyon szép nő volt, aki korai fiúkorában, pár éves korában meghalt. Egész életében nem tudta kiheverni, még repülés közben is nyakában hordta az édesanyja Szűz Máriás ezüst láncát. Jó adottságú futballistának indul. Jó adottságú futballistának indul a karaterei és tehetsége révén, de ebben az időszakban Lindbergh átrepüli az óceánt. Ez kb. Olyan hírértékű volt, mint manapság a holdra szállás. Később írja, hogy ettől a perctől kezdve a repülés utáni vágy, mint a méreg állat szét a szervezetemben. A családnak nem voltak anyagi lehetőségei, hogy támogassák ez irányú elképzelését, ezért 35-ben Fehérváron jelentkezik a Remoszba, az akkori idők repülőgép és motorszerelő iskolájába, ahol a két legjobbat minden évben kiemelik és vadászképzésre küldik el. Hát ő az egyik legjobb. Börgöndön kezdik el a kiképzését, és 38-ra sikeresen befejezi, és végre kitűzheti az olyannyira állított aranyos sasos koronás pilóta jelmét. Hát akkoriban a magyar, lehet látni tőle? A magyar légierő, ugye még Trianon még nem, igen, engedélyezte, tehát altiszti iskolának indult, aztán már légügyi hivatalként sikerült befejezni. Itt látható, most egy embert kiemelnék ebből még, Harang Imre. Harang Imre, együtt végeztek, Harang Imre 36-ban a londoni olimpiai ökölvívó bajnok lett, hazakerült, és hát megkérdezték tőle, hogy hát mit szeretne. Hát kérhetett volna a kocsit, házat, kérdése az volt, hogy képezzék ki vadászpilótának. Egyrészt előtte már a dél-olasz repülő iskolában már kapott képzést, hát repülés után lementek a tengerparti kiskocsmába. Imrénk nem szólt pán az alkoholhoz, az első pohár bor után kiállt középre, és úgy érezte, hogy neki énekesi kvalitásai vannak, és iszonyú fahangon elkezdett nyekeregni a Santa Luciát. Ott volt a Santa Lucia halászhajónak mind a 12 tagú legénysége, a kormány is odament hozzá, nagyon üdvös, hogy Mocanto, Io Canto. És afféle olaszként gyönyörű tenorban előadta. Imrénk leült, megint a második porrat, és rájött, hogy az előbb nem fejezte be. Kiment, megint elkezdett nyekeregni, akkor már bősebben ment oda a kormányos, hogy ne énekel, majd én. Még egyszer elénekelte. Imrénk leült, megint a harmadik porrat, és akkor rájött, hogy hát ezeknek valami bajuk van vele. Kiment, és ismét elkezdte, de ezt a 12 tagú legénység már széklábakkal akarta leállítani. Másnap vörös minimum volt, körbefestve a deszkapadlón, hogy melyik derék halászlegényt hol küldte padlóra az eszem kis magyar. Hát innentől kezdve mi az ingyen volt. 38-ban a Dudasocsi századhoz került, Csiel 32-es vadászgépnek a kiképzést. Hát ez olyan volt a szokásos magyar történelem, szegény ember vízzel főz. Hát onnan szereztünk repülőgépet, ahonnan a legolcsóbban kaptunk. Az olaszoktól, majd később kifizetitek alapon. Nem volt egyébként egy rossz vadászgép, csak már korszerűtlen volt. És elérkezik majd az első háborús pillanat. A kis háborúnak hívott Magyarország felvidéki bevonulása. Csillag 32-es repülő magyar gépek kettő nap alatt lesöprik az égből 9-0 lányban, ez azóta is fájó szlovák emlék, a modernebb gépekkel repülő szlovák légierőt. Vitéz Szobrán Szinegró Aladár vezéletével, aki két légi győzelmet arat, és ez az ő festménye, barátom lakásán találtam munkantalá, ez az ő festménye arról, ami Szobrán felett történt. Szentgyörgyi
ekkor esik át a tűzkeresztségen, az iglót bombázó magyar bombázó gépeket kíséri, harci érintkezésben nem kerül ellenséggel. A kis háború után áthelyezik Szolnokra, Szolnokon képzést kap a HÉA vadászgépre. Ez az olasz Reggiani 2000-es vadászgépnek a magyar gyártmányú változata. Na most mindenféle híresztelésre szemben ez egy eredetileg, amíg az amerikaiak tervezték, gyártották, ez egy jó repülőgép. De az olaszok az etiópiai kaland miatt a Népszövetség, mint akkor is, ugye, mint most is, bolykotot hirdetett ellenük, és nem jutottak hozzá semmi létfontosságú öltözőanyaghoz. Hát pótolták, amivel tudták, nem igen sikerült. Ebből az lett, hogy a repülőgépből több zuhant le műszaki okból, mint harci érintkezésben. Ráadásul a MÁVA kezdte el gyártani, egy magyar gyártmányú motor tettek bele, ami könnyebb volt, emiatt a súlypontja elvándorolt, kénytelenek voltak 8 centivel meghosszabbított, tehát méretváltozások is történtek, de a fő gond az lett, hogy a pilóta védelmére beépítettek egy igen súlyos hátpáncélt, ami instabillá tette a gépet, és az átesési sebességét, tehát amikor még levegőbe tud maradni, 134 km-ről felvitte 144 km-re. A fő gond az, hogy a pilóták erről semmit nem tudtak. Majd elérkezik 42. július 1-e, a HÉA egység, bocsánat, a Dongó századot, ez volt a nevük, kirendelik a frontra a magyar földi egységek légi támogatására. Hát itt három valakiről meg kell emlékezzek. Hát mondjuk az első az kevésbé, ő Szent Györgyi. A csoport, a parancsnoka, a század parancsnoka, Zetényi Csukás Kálmán vezérkari őrnagy, aki egy kiváló repülőember, kiváló sportember, Ludovikát végzett, 4 nyelvet beszél, és hát csak a sportembeli kvalitásról annyit, hogy az olimpián ökölvívásban 6. lesz. És amiért őt választották ki, összevelték ki a parancsnoknak, az az, hogy személyes jó barátja Horthy István. Horthy István pedig, hát ez egy iszonyú hiba volt, aminek a ma is érezzük az utóhatását sajnos, önként jelentkezett a frontra, ugyanis a magyar katonai vezetési mentalitás az nem az, hogy előre fiúk, hanem úgy utána fiúk. És felnéz Csukásra a repülőtudása és emberi kvalitásai miatt, tehát meg tudták oldani azt a helyzetet, hogy az ország második katonai főmilitósága, mint kormányzó helyettes, elfogadja valami katonának a parancsát. A fronton az első nagyon harci cselekmény az Ulrivi hídfőnek a felszámolása. A magyar páncélosok biztosítása volt az egység feladata. Az egyik megbeszélés előtte Csukás tartja az eligazítást, Horthy István, mint természetesen ült, mögötte pedig a Csukás Szent Györgyit választotta levegőbe testvérének, kísérőjének, Horthy István pedig Nemes Lagi Zoli bácsit. Hát propaganda, háborús propaganda természetesen akkor is működött, mozi újság akkori időkben. Ez pedig egyik bevetés előtti utolsó eligazítás. Nos, a páncélosok támadásán, biztosításánál Csukás földi találatot kap, kiválik, hazamegy, Szent Györgyi befejezi a támadást, hát itt földi elhárító egy
egységeket kellett megsemmisíteni, illetve hát gondolom ellenséges páncélosokat. Olyannyira sikeresen viszi, hagyja végül a feladatot, hogy az utána a páncélos hadosztály parancsnoki dicséretet bennem részesül. És elérkezik augusztus 20-a, a magyar történelem egyik gyásznapja. Horthy István lezuhan a vadászgépével. Az előzmények az, hogy előző este táviratot kap, hogy hát Magyarországot már kezdik megpróbálni kihúzni a háborúból. Istvánnak nagyon jó angolszász kapcsolatai vannak, otthon lenne szükség a diplomataként a jó angol kapcsolatokkal rendelkező kormányzó helyettese, és hazarendelő parancsot kap. De hát ugye a vérbeli vadászpilóta 24 légi győzelme van csak, hát legalább kerek legyen. Egyébként a fronton egy légi győzelmet arat is, hogy kerek legyen, ezt a parancsot visszatartja, és másnap reggel 5 órakor Illoszföld repülőterén felszáll Nemes Laki Zolival kíséretében. A felderítő gépeket kellett volna kísérni, majd egy húzott fordulóval igyekszik mögéjük kerülni, és itt jön elő az a pillanat, hogy szerintem, hogy nem tudtak arról, hogy 10 km per órával korábban átesik a gép, mint ahogy eddig gyakorolták. Előtte egy héttel jött le az átirat hozzájuk, amit hát sajnos nem akarom néven nevezetni, de az egyik parancsnok nem értetett ki. Na most a gép átvágódik, majd dugóhozóba kerül, István, 200 méter magasan történik mindez. István a dugóhozóból kiveszi, de alacsonyan 70 fokos szögbe belefordul földbe, és ezzel hát a magyar jövő úgy alakult, hogy most érezzük. A háború utáni magyar jövő. Előtte még kihagytam egyet, egy kis történetet. Csukással Szent Györgyi vadászaton vesz részt, és három bombázó gép közül az egyik tüzet nyit rájuk. Csukás elvéti, Szent Györgyi nem, lelövi a gépet, gép füstölve hazafelé indul, két bombázó eltűnik a felhőbe. Boldogon hazarepülnek, billegtetnek, örülnek. Hát a leszállók, egy német katonai tisztjegység várja őket, német bombázót vettek le. A német bombázó, a németek viszont a héja alakja miatt összetévesztették őket, egy orosz ratának nézték, tüzet nyitottak, hát ők pedig akik lőnek, aki lő az ellenség, le is szedték, hát erre a légi győzelmét erre nem volt büszke. Bár nem ütöltett róla, kölcsönös bocsánat, a németek elismerték a tévedésüket, kölcsönös bocsánatkéréssel záródik a dolog. Jó, most lett volna ez, amit elmondtam az előbb. Itt pedig Istvánnak a hazaszállítása, Csukás Kálmán, aki abszolút összetört a legjobb barátja halála után, nem tisztázta a kézsiállás, semmi hátrányos megalapítás nem volt Kálmán felé, ott pedig a sorban látjuk Szent Györgyit. Na most az ok. Az így nyilasok egyből rácsaptak, gyűlölték a Horthy családot, és egyből alkoholizálást, István napot emlegettek, ugye augusztus 20. Na most egy szépséghibája van a dolognak, hogy protestáns és napokra tartott az István napot. A másik szépséghibája pedig az, hogy a előtte levő esti megbeszélésen mindenki azt mondta, hogy egy körvéke nem volt alkohol, tehát nem ez volt az ok. A másik ok, ami itt két dolog áll egyforma, esik egyforma súly a labba, az egyik a német kéz. A Horthy család, és hát Magyarországon is akkor is elterjedt volt, hogy a németek keze volt benne. Na most ez annyira élőszerű volt, hogy
Ilona asszony felesége a Wiesenmayer a budapesti temetésénél a Wiesenmayer német nagykövetnek a részvét nyilvánító kezét félrecsapta, és azt mondta, hogy ő véres kezet nem fog meg. Annyi szól emellett az elméletben, hogy egyrészt lecsapódás előtt István kilövi az összes rakétáját, tehát valamit jelezni akart, hogy mit sose tudjuk meg. Másrészt pedig a német, az a hangárok mellé egy német meteorológiai csoport még júliusban felveri a sátrat, közvetlenül a hangárok mellé, téli felkészülés címén júliusban, majd pedig másnap, ahogy megtörténik a katasztrófa, másnap felszedik és eltávoznak. Ugyanakkor István a katasztrófa előtt pár nappal átrepül a feleségéhez Kijevbe, aki az ottani hadi kórházban önkéntes ápolónő, egy német tábornok átengedi előzékenyen a villájukat, és abszolút balga gyermetek módon nyíltan elkezdenek beszélni arról, hogy Istvánnak mi a tervei, ha hazakerül, hogy lehetne Magyarországot kivezetni a háborúból. Hát a Gestapo a saját tisztjét, a tábornokát lehallgatta, nem hogy egy csatlós országot második emberét. Jó, ezzel szemben áll egy másik elmélet, ami épp úgy megállja egyébként a helyét, ez a műszaki okok miatt. Az nem igaz, hogy István rossz pilóta volt, hiszen 5 nap alatt elrepül Bombaybe meg vissza, 13.000 kilométert, úgyhogy a sivatagban ott a gépszárny alatt csokoládé teján élt, tehát egy jó pilóta volt. Az viszont a rossz repülő tulajdonságú héja megtréfálta és elvitte. Ez egyébként épp olyan két lábbal áll a földön, ez mind a német elképzelés. Nos, viszont ez a baleset ráirányította Pirityi Mátyás első világháborús repülő hősnek azon véleményére, leírt véleményére, hogy a héja harctéri alkalmazása alkalmatlan. Ekkor már a németek is ott tartanak, hogy átengedik az akkori idők legjobb vadászgépét, a Messerschmittet, a magyar légierőnek. Mi is kezdjük el a győri vagon és gépgyárban gyártani. Na most ahhoz csak egy adalék a kádári időknek, hogy hülyék vagyunk mi az autóbuszok gyártásához, tökre mennék bele, hogy a festéket is mi gyártottunk Győrben, abszolút minden az utolsó szakig magyar kivitelezés és magyar anyagokból épült. Olyannyira, hogy a német repülők is a magyar átadott gépeket, hát ki volt kötve a kontinens, az a repülőtek. Egy csodálatos, és hát 10 méter magasság mindenképp tudott a felmentésen, el lehetett volna egy 800 km-es sebességet is. Ez édesapám képe a 07-es, ezzel repülte végig, addig, amíg egy kutatása összetörte. 50. bevetése, ez Roszkos télen 43 tele, 50. bevetése. Itt ezelőtt majdnem sikerül élet első légigyőzelme, ellenség előtti légigyőzelme, utolsó percben ellövik a légcsavarját, ki kell váljon a harcból, és hazamegy. Eddig egyébként vadászbombázóként használták őket a fronton. A 8. olasz hadtestnek voltak idáig kapcsolatban, az olasz hadtestet biztosították. Ez már Poltava 43, négy darab másodosztályú vaskereszttel kitüntetett magyar pilóta, a másodosztályú vaskereszt. Viszont 90. légigyőzelmét eléri 9 hónap alatt, és nem találkozik a levegőbe orosz repülőgépekkel. Ez annyira megviseli, hogy leváltását kéri.
Hát ez Régyi már leírta, hogy háborúban csak jó szerencse, semmi más. Igen, nem volt szerencséje. Most az a szerencsefaktor, ez annyira érdekes a repülésben, hogy én láttam olyan jellemzést valakiről, aki több repülőgépet tört már össze kiképzése során, de mindegyiket önhibáján kívül, hogy a repüléshez szükséges minimális szerencsefaktorral sem rendelkezik, ezért kéne a képzésének a leállítását. Szóval, parancsnoka, Uszászi, lebeszéli róla, ismeri a repülő képességeit, és igaza volt, mert két bevetéssel később barátjával kísérnek, és 10 darab Jak-7-es vadászgép támadja meg a bombázókat, a 2 darab magyar vadászgép gondolkodás nélkül megtámadja őket. Szentgyörgyi lelövi az ász szovjet Bojdukovot, aki bár ugyan hazaér, de olyan súlyos sebesüléseket sem szenved, hogy hónapokig kórházi kezelésben áll. Már barátja Fábián őrmester szintén lelövő magáét. Hát a Fábiánnak a kereszt beceneve a koponya volt, ez pedig úgy szereztett, hogy szeretett mélyen ülni. Ehhez ugye hátra kellett hajtani a fejét, hogy kilásson. Gépfegyver átütött a páncéllemezt, középen bement a homlokán, a felnén tartott fejen gellert kapott, végig ment a bőr alatt, és hátra a tarkóján kijött. Amikor leszálltak, a pajtás hülledezve látták, hogy lekapja a vérző pilótasapkát, itt tegyük, süvölti, hogy lelőttem. Nos, ekkor elkezdődik, a németek felszerették volna számolni a Kurszki katlant, beszögeleist. A front így 800 km-rel, hát a 400-al volt hosszabb, mint hogyha ezt felszámolták volna, hát nem tudom, hogy elejük. Hát ezt mi inkább a Kurszki csata néven ismerjük. Ekkor repüli a 100. bevetését, illetve most itt elnézést, itt engedjétek meg, hogy puskázzak egy kicsit, mert nem tudom fejben tartani a dolgot. Tehát 100. bevetésén július 7-én egy La-5-ös vadászgépet lő le. Augusztus 1-én légvédelmi találatot kap, szilánkokkal az oldalában tér haza, kiszedik, de 2 nap múlva repül. Augusztus 3-án akkor indul meg a legdurvább szovjet ellentámadás. 8 gépre támadnak rá 2-en, ebből Szentgyörgyi lelő egy Il-2-est és 2 darab La-5-ös vadászgépet egy alkalommal ebből a rácsapásból. Augusztus 4-én 12 P-2-es és az őt kísérő 6 darab La-5-ös gépre támadnak rá, ebből lelő egy bombázót és egy vadászgépet, és ekkor válik ásszá. A továbbiakban a Citadella hadművelet során 5-6-7-én még 3-szor lelő egy-egy gépet. Hát a propaganda ugye természetesen, hát nem is propaganda, hát híranyag. A Gyűlölt a Puma című újságból a legsikeresebb vadászpilóta a fronton. 42. június 2-ától szeptember 43. szeptember 1-ig 142 bevetése van, ebből 6 igazolt, egy igazolatlan lelövése van, és hát ugye ott a helyen kell bombázni. Ez a kép mondjuk azért érdekes, 43 őszén hazarendelik. A Balaton, azért érdekes a kép, ez a balatoni légi harcokat a Tolbuhin marsal, azt Iregszemcsén édesanyám szüleinek, akik kocsmárosok voltak, és hát manapság azt mondanák, hogy panziójuk volt,
mint erre célra legalkalmasabb helyről, innen vezérelték le. Hát a családom hölgytagjai azok így úszták meg azt, amit a falu többi hölgytagja nem úszott meg. És anyám szolgált fel nekik, és egy alkalom az egyik orosz tiszt rákérdezett, hogy aztán férfi van-e. Hát anyám a kamaszos hőletével kivágta apám vasvéresztes fényképét. Szóval megszakadt, későn a levegőbe megállt, és egyik orosz tiszt felugrik, és eltépi a képet. És akkor a marsal rászól, hogy azonnal adja vissza, ez az ember ezeket a kitüntetéseket a fronton szerezte. Nos, hát ennyi a különbség a cári katonatiszti emlőkön felnőtt, és a, hadd nem mondjam ki, milyen társaság, lelőbbi társaság között. Ez a kép úgy kerül ide, hogy már a háború után Rákosi börtönéből szabadulva, még majd sor kerülhet, el a Malévnél IL-18-as kapitányként, Szovjetunióban szimulátor gyakorlat, és a szimulátor vezető, oktató, orosz oktató megkérdezi, hogy milyen gyakorlatot szeretne. Hát felszállás után közben elvételkor baloldalt, illetve valamelyik oldalon két hajtóm egyszerre leáll. Ezt ketten érték túl élesben, volt rá eset, ketten érték rá túl élesben, mind a kettő megkapta a Szovjetunió hőse kitüntetést, és Szentgyörgyi megcsinálja, ahogy később otthon elmesélte, még ott is folyt az izzadság. Az orosz instruktor hűnök, hogy ki ez az ember? Hát a magyar pilóták mondják, hogy Szentgyörgyinek hívják. Szent György föltépi az ajtót, benne van és száján csókolja, ugyanis ő volt az az orosz pilóta, aztán bemutatkozik, ő volt az az orosz vadászpilóta, akit apám a Donnán lelő, ejtőernyővel kiúrik, hát a németek azok lőtték az ős ellenséget ejtőernyőn is. Apám ezen a lovagiatlansággal annyira felháborodik, hogy földi kísérve körülbelül repülni. Így megmentette az életét. Az orosz ember emlékezett rá. Ez pedig azért jön ide, még ezekből az időkből. Glinka, 50 légigyőzelmes, kétszeres Szovjetunió hőse vadászpilóta, akit 49-ben a VIT-re Magyarországon delegálnak. Itthon összehozzák apámmal, és apám azzal indít, hogy mi már a levegőben találkoztunk. Válasz, nem Szentgyörgyi, mi nem találkoztunk, ha találkoztunk volna, akkor vagy maga nincs itt, vagy én. Márpedig mi találkoztunk, mert én lelőttem a maga gépét. Gondolkozunk, hogy az lehet, nálunk abban az időben kevés volt a gép, több volt a pilóta, én pihentem, bajtársam elvitte a gépet és nem tért vissza. Nos, a világ repüléstörténelmének az egyik legszebb sztoria, a története, a jobboldali látható Debrődi, még az orosz frontról van szó, régi harcban a gépét egy orosz gép lelövi, legjobb barátja Kenyeres, lelövi az orosz gépet, majd látja, hogy az ég géppel az orosz méteres homozőn hasra száll a legjobb barátját, az erdőből kirohanó orosz katonák el akarják kapni, ezért fogja magát mellé, leszáll a orosz homozőre. A Messerschmittnek egy ember számára is végül is elég szűk volt az a kabin. Kénytelenek eldobni az ejtőernyőt, kénytelenek eldobni a bárány méléses jacket. Egy szál átizzadt ingben, mínusz 30 fokban. Egymás ölébe ülve férnek el, az egyik kezeli a magassági kormányt, a másik a lábkormányt, a gázt. És hát a lövések már kopognak a gépen, betolják a gázt, és megpróbálnak elemelkedni. Na most hát méteres hó, Messerschmittnek egyébként is leggyengébb pontja a futóműve, Sóf az azért darálja a havat, már úgy, ahogy begyorsulnak, már majdnem elemelkednek, amikor azt teszik észre, hogy keresztben egy csatorna van. Belállítanak a magassági kormányba, a gép mind a bakkecske átugorja a csatornát,
túloldalon aztán szépen begyorsul, és az a repülnek. Hát ott van a bajtársak, kilovasszák őket, és a délután azzal telik, hogy a környékbeli német vadászpilóták átjárnak gratulálni és csodálkozni. Az érdekes, bocsánat, a sors iróniája az, hogy másnap bevetésen kenyeres földi találatot kap, kénytelen kiugrani, és hiába debrődi, hiába köröz fölötte, egy erdőbe, egy fára esve végignézi azt, hogy a barátja, aki tegnap megvetette, fogságba kerül. Hát 47 körül került haza az első csoportokban. Hazahívják, hazarendelik. A frontról az előbb elmondtam, hogy 142 bevetéssel fejezte be, és 6-21 végig győzelemmel. Az ok, hogy hazarendelik, hogy az amerikai légierő olaszországi partraszállás sikerei során beharangozzák, hogy az aviánai légibázisról meg fog indulni Magyarország háborúból való kibombázása. És hát erre egy megfelelő, hát ellenértékű, harci ellenértékű csoportot próbálnak összehozni, tehát. Tiszti tanfolyamra küldik, főtisztelettes helyettesét elvégzi. A Ludovikát zászlósi rangot kap. És hát Hepes Aladár kezébe kerül ennek a UMA osztály, ezred, század megszervezése. A Heppesről annyit, hogy az amerikaiak első alkalommal, csak úgy bemutatkozásképpen, olyan 3-400 bombázóval és 100 valahány kísérővadásszal jelennek meg, és a Heppesek 10-valahányan szállnak fel. Na most az orosz fronton a könnyű harci sikerekhez szokott pumák elég katasztrofális veszteséget szenvednek, és Heppes ekkor kidolgozza azt a később elég jól bevált harci eljárást, aminek a lényege a lőj és fuss. Tehát nagy magasságban a bombázók által 6000 méter körül jönnek, nagy magasságban 10-re felküzdve magukat. A napirányából függőlegesen átszúrnak a bombázók felből, kilövik az összes lőszert, majd föld közelségig zuhanva megpróbálnak hazasúnyogni, nyomukban a tűnt darazsakként üldöző amerikai vadászokhoz. Na most arányokhoz annyit, hogy egy alkalommal 700 amerikai bombázó, 300 kísérő vadászgép, és ezzel szemben 38 darab repülőgépünk tudott felszállni. És így is, hogy mondjam, így is jelentős sikerek, sokszor szétszórták ezt a repülőármádát, így is volt olyan amerikai század maradvány, akit hazaküldtek repülés továbbképzésre, de hát végül is a mi pilótaink azok célt repültek az amerikai vadászoknak. Hát végül az lett, hogy 67 magyar pilótánk adta az életét ezért a mutatványért. A Heppesnek, a Heppes háború után kimaradt, a kislányát a 40-es években egy orosz katonai teherautó járdán elüti. Nos, Szentgyörgyi is, hát ugye részt vesz a harcokban, lelő egy a világ akkora már legjobb vadászgépet, túlépi a Messerschmittet, a Lightningot, légi harcba lelő egy Lightningot. Föntről látja, ez a szakasz, ez ugye most már Magyarország fölött zajlik a légiháború. Föntről végignézi, hogy hasra száll a gép, a
környéken dolgozó parasztok kapával, kaszával igyekeznek a terrorbombázás soron némi revansot venni. Erre apám leszáll mellé, saját fogjává nyilvánítja, beül vele egy éges srác, beül vele a kocsmába, megebédelteti, közben kijön a német egység, érte, az öreg kiteszi a pisztolyt az asztalra, hogy ez most jelenleg még az én fogjam, megebédelnek, elviszont többet nem tudok tenni, átmegyünk. Ezt forduló az van, tehát szagályosan, morgiasan a repülőtudással szemben. Ezek a képek egyébként nem az akkori képek, a gépek igen, a festés az második későbbi. A másik akkor idők legjobb vadászgép a Mustang, egy Mustangot is lelő. Ennek a pilótáját később bemutatom. Tehát lelő végül is két vadászgépet, és öt darab, ebből négy elismert, egy nem, öt darab Liberator bombázógépet. Hát az egyiknek a történetét elmesélte, azt mondja, hogy gépfegyverrel felgyújtottam a motort, a motor füstöl, gép süllyedésbe kezd, ugrálnak ki belőle a személyzet, számoltam, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de hol az utolsó, hol az utolsó. Alá repülve láttam, hogy a pilóta a botkormányra dőlve halott, na, akkor lettem szét a gépen. Az első, ez az a baloldali, az a Mustangnak a pilótája, sajnos régi hazban életét vesztette, ő pedig jobb oldali, pedig az egyik Liberátornak a pilótája, aki szintén életeket vesztette. Elérkezik a szovjet szezon a levegőben, ekkor már a Vörös Hadsereg Magyarország felett, Magyarországon harcol, a légteret a szovjet vadászok uralják. Veszprémben vannak, ahogy elmesélte, nem igen, kevés üzemanyag, annyira kevés volt az üzemanyag, hogy viszonylag ritka volt a bevetés, és hát ezért a veszprémi repülőtér mellett volt egy erdősáv, a túloldalon egy nagy mező, ott pedig egy funérgyár. A funérgyárba kivágattak messzesvi sziluetteket, lefektették, kirakták a mezőre, az igazi repülőtéren pedig álcázták a repülőgépeket. Másnap megjelent egy amerikai felderítőgép, fényképezett, harmadnap megjelentek az amerikai bombázók, igazi bombákkal megszórták az igazi repülőteret, a bombákkal pedig a fa repülőteret. Erre volt pénz, tehát mindenkinek biztos mindenki látta a halál 50 óráját, ugye ahol azon háborodik fel a német tiszt, az amerikai német születésnapra tengeren valami mérzőt a tortát különböznek a saját. Igen. Ez pedig még a... Igen. Szóval, szintén adalék, ez az amerikai szezonhoz, szintén Rákosi börtöne után, Malév kapitányként az első londoni útján, utasok elmennek, és kijönként munkás kiterít egy olyan szőnyeget. Apám lemegy, hogy hát ki az, akiről nem tudunk, az a jeleztemélység, akit nem jeleztek, hogy viszünk. És a gép alatt áll, középen az úriember, egy virágcsakorral, és megköszöni, hogy megkímélte az életét, mondja a látomat Veszprém fölött. Történet az az, hogy a malatoni harcok fölött, Veszprém fölött, apám azt veszi észre, hogy egy amerikai vadászgép ül a fenekében. Ahogy elmondja, minden repülő tudásomat abban vetettem, hogy lerázzam, nem sikerült, a sász legalább olyan jó volt, mint ő. Lelátotta a gázt, a másik mellé rohant, átint, hogy miért nem lősz. Visszaint, hogy elfogyott a lőszer. És akkor apám, hogy te balra, én pedig jobbra. Szétválnak, ezt látnák a levegőben, földön számon kérik rajta, hogy miért nem semmisítette meg az ellenséget. És a válasz az volt, hogy
Én katona vagyok és nem gyilkos. Amit úgy hümmögve elfogadnak. Szóval így került ez a kép ide. A másik pedig az amerikai szezonnal kapcsolatban. Ezt a Zoli tudja jól, mikor volt itt az F-16-os? 88-ban udvariassi látogatási látogatásra érkezik még a még varsói szerződés tagja. Él még a varsói szerződés. A varsói szerződés repülőtérén leszáll egy F-16-os, ami ugye egy nagy ritkaság. És hát a katonai politikai elit ott sorba áll, hogy bekutkanthasson a kabinba, amerikai pilóta széles mosolya udvariasan mindenkit. Hát miután előtte apám nevét felvette az egység, ezt tegnap Zoli tudja jobban, felveszi az egység, hát mi is ott beállhattunk a sorba, és a 11 éves, 12 éves, 13 éves fiam fölérve a kabinba, kékes akkorosággal mondja a pilotának, hogy az én nagyapám az ilyen festési képekből a háború alatt hatott lelőtt. Hát fönn azt hiszik, hogy mindenki akkoradik, azt hiszik, hogy most jött ki a harmadik világháború. Az amerikai srác pedig ekkora mosolyra a következőt mondja, akkor maga bizonyára egy nagyon büszke ember. Ennyit az amerikai hozzáállásra. Igen. Szóval, most megint kérek egy kis puskázási lehetőségre engedélyt. Igen, azt mondja, hogy ez a katonai, hát nem tudom, hogy minek hívják, lapja, ahol a kitüntetései vannak, és a legnagyobb magyar katonai kitüntetésre a Magyar Tiszti Arany Vitézségi Éremre való előterjesztés. Azért furcsák, vagy érdekesek ezek, mert körülbelül 10%-a, vagy 1%-a, ahogy mondják, ami megmaradt a levéltári anyagoknak. Jó. Tehát az orosz szezon Magyarország felett. November 13-án forduló harcban túlerőben levő gépekkel szemben lelő egy JAK-9-est, repülőgépet, aztán december 2-án a másikat, 45 januárjában, ez a legeredményesebb hónapja, ez a Konrád hadművelet alatt, ez a Budapest felszabadítására indított német kísérlet, ami nem jött ki, nem jól sikerült. Itt ez a legeredményesebb hónapja, 4 hét alatt 6 orosz repülőgépet lő le, 3 La-5-öst, 2 JAK-9-est és egy Il-2-es légi tankot. Március 9-én egy JAK-9-est, 11-én 14 darab Il-2-est és 6 darab kísérő La-5-ösre rátámad, 4 darab Messerschmitt apám vezetésével, és ebből egy Il-2-es lelő, március 19-én szintén egy Il-2-es, szintén egy La-5-ös vadászgép, 20-án elhagyják Veszprémet, de kitelepülés Ausztriába, útközben azért még egy La-5-össel végez, majd március 23-án már Raffendrigből felszállva egy JAK-3-as vadászgépet, és április 16-án szintén innen Szentpölten fölött 10 orosz vadászgépet megtámad Szentgyörgyi vezetésével 7 puma, és ekkor szerzett utolsó légigyőzelmét, egy JAK-9-est. Majd ugye Magyarország fölött, illetve Magyarország részéről a háború vége, felgyújtják a gépeiket, és amerikai hadifogságba kerülnek.
Na most ez itt csak egyik könyvből vettem ki. Kicsi szemléletesebb jobb oldalt az általa leküzdött amerikai gépek, bal oldalt pedig a, és a következő pedig az általa leküzdött orosz gépek, és ebben nincs benne még egy német Messerschmitt, aki idegességében valószínűleg rálőtt. Hát ebből csak annyit érkeltett, hogy, hogy valaki megtámadta, és hát, hát ő volt a jobb. Ő lett a jobb. Megkapja az első osztályú német vaskeresztet is, és hát ez, ez lenne a kitüntetései. A két német vaskereszt, és hát középen a legmagasabb magyar katonai kitüntetés, a magyar alentiszti érdemérem. Ezt második felterjesztésre megkapja, de nem, nincs időben rátadni neki. Tehát kiutalták, átadták minden, de pardon, át a kezébe nem tudták adni, ugye mellére nem tudták feltűzni, mert hát vége lett rá. Hát ha nem is vége, de harci cselekményeiknek vége lett. Összesen az utolsó, legutolsó, persze csak a legutolsó könyve szerint 35 légi győzelemmel fejezte be a háborút, eredményei és hát a, hát a kitüntetései. Haza jön a, haza szökik először a hadifogságból, vagy milyen a, az élet itthon, aztán látja, hogy rosszabb, mint kint a hadifogságból, úgyhogy visszaszökik, és hát még egyszer hazaszöknek. Három, hát az öcsével, mert az öcse itt a hón alatt, hogy nagy baja legyen, és Ausztriába jönnek át egy kis hidon, megrakott hátizsákkal, amit a természetesen amerikai csokoládé van. A híd túloldalán elhangzik a sztoly, húha. A orosz kiskatona leülteti őket, kinyitatja a házizsákot, gépfegyvert félrerakja, majd elkezd osztozkodni, egy csokoládé neked, egy nekem, egy nekem, egy nekem, egy nekem. Igen, nem fogyott. Utána szélre keresztik őket. 47-ben beindul a repülés Magyarországon, egy szovjet-magyar légitársaság. Pilótákat ugye keres, apám jelentkezik, ahol a pártitkár, aki, aki felvételiztet, megkérdezi, aztán van repülési tapasztalata. Hát apám nem mondjuk van. A pártitkár feje lilára válik, üvöltözve kirúgja a üvöltözésre kijön Bocskov, az orosz vezérigazgató, és megkérdezi, hogy mi ez a csaj. Mondja, hogy ennek a fasisztának volt pofája ide jönni. Hát hány légi győzelme van ennek a fasisztának? Hát apám mondja. Bocskor, néz, lánynak a hut, elvonulnak vége, jó pilóta kell. Ha maga ennyi Stalin is folyamat le tudott győzni, akkor maga jó pilóta fel. Korrekt viszony az orosz pilótákkal. Maszorban a pilótája. Megnősül és hát jó magam, mint ezt mindig elmondom, hogy a krumpli, a kérzel magam, akinek a értékes része a földön van. És hát 1950-ben, hát december 7-én nem a Mikulás jön, éjszaka berúgják az ajtót, bőrkabátos ávosok, apámat, anyámat a falhoz, én üvöltök, anyámról elüvöltenek, hogy hallgattassa el. Apámat elviszik, majd közlik, hogy nem kell csomagoljon neki, semmit nincs rá szüksége, nem lesz rá szüksége. Nem tudom, látott-e valaki államvédelmi AVH-s jegyzőkönyv, felvédelmisítette jegyzőkönyvet. Csak annyit, hogy, hogy miért írt alá majd mindjárt, csak annyit, hogy én viszem. Ezt az egy mondatot emelném ki, hogy fasiszta beállítottságom a háború befejezése után is megmaradt, a népi demokrácia tudatos ellensége vagyok. Hát ez csak egy mondat a 16 oldalból. 90 kilósan megy be, 42 napig tartják az Andrássy út 60-ban.
90 kilósan megy be, 48 kilósan kerül ki onnan, átmegy mindenen, amit az András út 60-ban tanít alatt, a gyanúsítottaknak. Akkor írja alá a jegyzőkönyvet, amikor a szomszéd cellából anyám sírását hagyja. Akkor adjanak ide mindent alá. Az egész a Korponai Marcsa ügybe keverik bele, ez egy kémkevési ügy. Az egésznek a kiadója, Verkesi András, hazánk babérkoszatú sírója, aki megírta a történetet, Sellő a pecsétgyűrűn, élveztük, jó könyv egyébként. De írt egy történetet, a társaságba beleverték, a első fokú vádlott kötél, apám hatodfokú vádlott 12 év. Olyan angol felderítőnek kémkedett 1950-ben, aki 1938-ban halott volt. Majd utólag, amikor az egész lezajlik, akkor még megírja a Sellő a pecsétgyűrűt, tehát lehúz még egy bőrt az áldozatot. Nos, Lajtos Árpád vezérkari tisztnek, Dajka Margit férjének a rajzaróma a börtönben. Hát testileg megtörtént, de a személyen látszik, hogy szellemileg teljesen igazatottában. Szabadulás 56. augusztus 26-án. Hát egy-két ilyen dolgot elmondanék a börtön évekről, hogy cella egyszer csak kinyílik a cellajtó, és eléggé fel nem ismerhető módon beesik rajta Berkesi András. Hát ő került sorra most az akkor az elvtársaknál. Apámat kirendelik az AVH WC, a politikai tisztek WC-nek a takarítására. Hát gondoljunk bele, szóval évekig elzárva minden hírről, a család se kapott semmi hírt, egyet kapott, hogy kivégezték. Ő semmit nem tudott benne. Igen, még a Berkesiről meg kell említsem, hogy kihallgatás alatt két rúgás között fülébe súgja, hogy ez érdekes, hogy Szent Györgyi meg ne bomoljon, a családja jól van. Tehát még a kihallgató tisztjének is magatartásával kivívta a tiszteletét. De alá kellett vele íratni, de nem mondhatom. Hát a feleségek keresztül képzeltek. Jó, tehát beesik. Igen, takarít, vécétakarításra rendelik, és hát ugye hogy tudnak híreződni, akkoriban a vécépapír nem volt, hanem Népszava. Kimossák a papírt, és akkor amit szerencséjük van, azt tudják. És apám látja, hogy meghal Sztálin. Hát ez egy öröm hír, amikor most akkor szabadulni fogunk. Megy vissza a cellába. Elsúgja, 10 perc az egész börtön tudja. 5 perc múlva kinyílik a cellajtó, Szent Györgyi kifelé. Na milyen híreket tud maga? Hát ez így kezdődik az agyonverés. Elmondok az ügyet. Elvesztettük a futball világbajnokságot. Na, két pofon, két rúgás vissza a cellába, és kihívják a Berkesit. Berkesi bejön, kékzöld fejjel, érző fejjel, leül, várnak egy fél órát, akkor a hallgató az újra elmegy, majd nagyon halkan súrva megszólal, hát ezeket adni, nem mondom semmit. Másik, egy 20 éves fiatal srác van a cellában velük, akit egyszer egy alkalommal kihívnak, és srác visszajön. Nem szól semmit két napig, második nap megszólal, hogy nem mondjatok előttem semmit. De miért mi van? Hát aláírtam, hogy tehetél ilyet. Elém rakták a 8. hónap frappos feleségemet, és azt mondták, hogy ha látni akarom élve a gyerekemet, azt akarom, hogy a gyerekem élve szülessen meg, akkor itt írjam alá. Hát ez egy kis apróságok az időszakról. Na most, a legjobb barátját 56. április 4-én helyezik szabadlábra. Na most ez már Sztálin halála után. Nagy Imre ugye leváltja Rákosit, ekkor már fújnak a szabadabb, enyhébb szelek fújnak. Tehát ekkor már Kruscsov elmondja a beszédét a sztálini visszaélésekről, Nagy Imre elmondja a Rákosi visszaélésekről.
tehát akkor már valami mozog. A barátját április 3-án behívják, cellából, hogy holnap reggel 6 órakor szabadul. Hát 6. éve nem hallott semmit a családjához, az se tudja, hogy hol fog, mire fog hazamenni. Megy kifelé az ajtóba, a politikai tiszt az ajtóra, unokára jut, hogy én csak vissza. Hát holnap van április 4-e hazánk felszabadulásának ünnepe. Hát holnap a Hősök terén, hogy hívják, a katonai díszemlő. Hát ha én reggel magát kiengedem, maga a díszemlőre odaér, maga ott képes lesz valamit csinálni. Este engedem ki. Na, ennyit a szellemi színvonalról. Apám úgy kerül ki, hogy ügyészi bejárás van, és hát megengedhetetlen módon kiáll a sorból, és közli, hogy ő ártatlanul ül itt. Augusztus 26-án szabadlábra helyezik, de rendőrségi utasításra. Tehát nem igazságügyi minisztériumi, nem semmi perrel kapcsolatos, rendőrségi utasításra szabadlábra helyezik, hetente egyszer rendben, jelentkezni kell, stb. Egy a Wittinger Kálmánnal, az később a mezőgazdasági gépeknek az atyaistene volt, főpilotája volt, ott a nála kap munkát, és egyik nap megjelenik Honai Rudolf, és közli, hogy Dezső holnap várnak a balétnél. Azt nem lehet. Lakatosként dolgozik, ugye hát az eredeti szakmája. Az nem lehet. De holnap várnak a balétnél. Hát baj nem lehet, belőle fogja már nem megy, ahol tényleg várják. Honai Rudolf volt a régi erő, akkor igazérkori főnök. Na most, tehát magyarul ilyen szinten tudták azt, hogy ki milyen, ki mit követett el, vagy mit nem követett el. Augusztus, október, eljön október 6-a a Malévnél is. Hát megalakul a munkástanács, be akarják választani elnöknek, mondja, hogy annyira nem, egy hónapja van ki, annyira nem ismer semmit, hogy ezt nem vállalja el. Hát akkor legalább akasztjuk fel a pártitkát, akasztja el te. Te vagy az, aki leginkább megérdemled. És akkor a következőt mondja, hogy ide figyeljetek, hogy ti ezt megcsináljátok. Pontosan olyan aljasok lesznek, mint ők voltak. Tényleg hümlögés. Jó, akkor legalább kísérjétek el a repülőtérről. Hát kikísérő, hogy ne érje itt úton közben, és futni hagyja. Hát, hagyja. Malévnél először mikettesekkel repül, majd ez még mindig mikettesek, mikor azért éppen is értettem benne az a pont. Az a potya utasot én vagyok. Életem első repülése. Egy Budapest fölötti sétarepülés, amire apám beprotezsált. Na, én itt fertőzöttem. Ez már az IL-14-es repülőgép, a háttérben IL-2-es, mai vannak idén. Ezekkel kezdte. Ez pedig az első, benne van az első IL-18-as repülőgép kiképző tanfolyamon, Szovjetunióban. Na most az IL-18-as az korának egy nagyon jó repülőgépe volt, akkor még jól működött a felderítés, a liberátor, négy hajtóműves tévezés, most ikervezési most, a liberátor. Constellation. Super Constellation. Super Constellation egy az egybe, egy dologban van különbség az elektromos rendszerben, kis veszélyes feszültségű működik. Egy nagyon jó repülőgép volt egyébként, egy nagyon lényeges hibával, ami aztán később bejön. Nos, tanfolyam a Szovjetunióban. Itt, hát erről egy tanfolyamról egy, azóta is a Balév verkőkben már nem is tudják az eredetét, ez egy szlogen. Hát, hogy egy eléggé átnemalott éjszaka után, másnap az iskola padban, legelső padban ül, és hát bizony elhagyott.
És az a nagyon kínos volt, mert az olasz instruktor már neki magyarázott, hogy eredet, ne ébredjen már fel. És valaki oldalba vágja, hogy az ébredj. És a fejét, hogy majd társadalmi fizessünk és menjünk. Ez a szállói belet. IL-18-as bejárja az hát az által repült világot. Hát mondjuk, ez azt jelenti, hogy Európát, Közel-Keletet, Szovjetuniót. Kapitány Istvánnal, kiképzés átképzése során. Kapitány István volt az, aki lezuhant a 18-asban Párizsban. Jegesedés miatt, tehát ez a gépnek a jégtelenít rendszere, vízszintes vezérség jégtelenít rendszere rosszul volt megadva, és hát a gép 600 méteren ülő átára állt, és hát meghalt a Lafavárnak a lánya is akkor veszítette az életét. IL-18-as kapitányaként, boldog emberként, repül, lövi a világ. Hát, hogy mindezt nem mondom. Szintén Maléfország. Ez egy filmből részlet, mindenki a gépre. Megkapja a munka ezüst érdemrendet. Szóval, és a következő volt a helyzet. A Vácot az elvtársak Kádárral zárták, vagy a Kádár zárták hozzá egy cellába, gondolván, hogy a kommunista belügyminiszter, meg a hortista repülőtiszt majd csak elharapják egymást torkát. Hát ehelyett az lett, hogy egymást letépett körbeit kötözgették, és hát Kádár, amikor már nem börtönben volt, hanem fel, és utal repülnie kellett, félt a repüléstől, nem véletlen, csak vele volt hajlandó repülni. Most képzeljük el a Malévet, ahol kisdobos voltam, úttörő voltam, kisztag voltam, pártag voltam, én vagyok a pártitkár, és a János bácsi ezzel a hortistával repült. Na most ennek van azért egy olyan kis hátul zöngéje, hogy a Mauer, a román miniszterelnök, akkor is kacsingattak a románok többfelé, meghívták Moszkvába. Moszkvából elindultak hazafelé, és Kijev fölött az irányítás felszólt, hogy szálljanak le, és nem legyen szíves, mert a kijevi, az ukrán párt titkár, az szeretne találkozni a Mauer elvtárssal. Hát kénytelenek voltak leszállni, Mauert elvitték, a személyzetet pedig orosz pilóták vették körbe, és hát akkor vodkázás, mert ugyebár ott úgy is köd van. Hajnal 4-kor, egy óra alvás után, pár liter vodkával bennük, kirúgták őket, hogy felszálltak, hogy lehet menni. Neki mentek a Kárpátokba. Na most, hát így iktatták ki a Mauert. Na most a Kádárnak ezért volt szüksége a hortista repülőtisztre, mert az annak idején segített, és ez nem fog vele ilyet csinálni. A pártitkár utól tartott. Megdősül, hát hozzá csak egy mondatban, családja az a börtönévek alatt széthullott, anyának azt az értesítést kapta, hivatalos értesítést, hogy kivégezték, sőt, hát több pilotatársa is ezt tudván ezt az értesítést küzdte, tehát új családot alapított, felesége Irén, nagyon szerette, csodálatos utolsó 6 éve volt, és hát, mondjam, idézőjelben ölcs a lopott hazudott csak, hogy apám jól érezze magát, mondjuk az egyikre sem volt szükség, de hát ilyen volt a viszont kettőjük között. Majd pedig elérkezik a nyugdíj. A 56 éves nyugdíjba mehet, úgy dönt, hogy nyugdíjba is fog, és utolsó útján a Mocecillel elmegy Budapest, Berlin, Kopenhága, Oszló, és ugyanez vissza.
Utelőtt még a malév főpilótája kikísérő a gépre, és lépcsőd azzal búcsúzik tőle. És mit szólsz ahhoz, hogyha azt mondom, hogy visszafelé a munka arany érdemleddel várnak. Most ez a szocialista Magyarország legnagyobb polgári kitüntetés, ami ott van. És apám válasza, hogy hát bajtársad, meggondolom, hogy ére annyit, mint egy aranytisztítésség ére. Na, elmennek. Ez az eredeti repülési terv. Majd visszafelé, Kopenhága előtt 6 kilométerrel, a beton előtt 6 kilométerrel egy nagy zivatar felhő van, és akkor még nem ismerték azt a jelenséget, amit a microburst-nek hívnak. Tehát ez pedig az, hogy ugye felszáll az zivatarban a levegő, nagy magasságban meghűl, és nagy sebességgel függőlegesen a Földnek csapódik. Hát a Földnek csapódáskor nem tudja azt csinálni, mint szétterül sugár irányba. Na most egy leszállási sebességgel levő gépnél, aminek 10% sebességtartaléka van. Ez a kifújás, ez ide elérheti a 100 km-nél magasabb sebességet is. Ez a kifújás, ha szemből berepül, ahogy szemből ugye bele kell repülni, hogy szembe ebbe a körülakú kifújásba, ez maximum 1-2 km egyébként, tehát nagyon pici helyen van. Ez a kifújás, ez 30-40%-kal, 50%-kal is akár megnöveli a sebességet. Ehhez csökkentenem kell a gáz, mert úgy felgyorsul a gép, hogy hát a gép az a levegőhöz viszonyított sebességben van a levegőbe. Úgy megnöveli a sebességét, hogy abból aztán nem lesz leszállás. Tehát le kell venni minimumra a sebességet. De, ahogy átrepültem a közepén, utána pedig a kifújásnak a hátoldalába esek bele, az pedig 30-40-50%-kal lecsökkenti a sebességemet. És hát egy leszálláshoz készülő gép, aminek 10% sebességtartaléka van, azon a jelentlen változban. Na ez történt Kopenhágánál a személyzet. Apám egyébként nem a becsapódásban halt bele, hanem ahogy elmondták az orvosok, akikről beszéltem, megszakadt. Akkor áthúzott a magassági kormányba a sportember, hogy leszakadtak a válizmai. És hát valami szívburok repedése is, tehát ezt a részét én már nem értettem, ezt meg tudtam érezni. Tehát ő nem a vízbecsapódáskor van vele. Tolnai Klári egyébként a 27 utasból 3-on maradtak életben, Tolnai Klári is még hát a olimpiai bajnok úszott, kiúszik még a hajóra, félfele feje hiányzott, úgyhogy jót vesztél az életét. A temetés, állami temetés, körülbelül 10 000 ember, és hát állami temetés, a zenészek, ugye, mint az állami temetés végén illik, elszándékoznak játszani az internacionálit. Ezt meghalva apám egyik barátja, Gelencsi Ferenc, aki egyébként a háború, ő volt az első magyar katona, aki elkezdte a háborút, ugyanis a desszantos ledobást ő a jugoszláv, illetve a horvátoknál ő intézte. Ezt meghalva a tömegbe szétszórják és megy, és a tömeg úgy döntött, hogy ha elkezdik az internacionálit, ők elkezdik énekelni a himnuszt. Ezt bizonyos beépített ott levő állami szervek természetesen tudomásul vették, és hát a zenekar, az internacionális elmaradt, a himnusz is. Utána viszont kifelé vonulva a tömeg elénekelt a himnuszt. Hát a repülőgép, ennyi maradt belőle, amit kiszedtek a tengerből. Ez egyiket a világ felkapta hát egyrészt, szóval, apámat egyszer megkereszte a Swiss Air, hogy menjen el a főpilótának hozzá. Apám azt mondta, hogy én itt születem, itt fogok meghalni, és nem vállaltam. Hát a repülős, a hivatalos repülős belkekben is volt nem. Én 98-ban voltam a Szovjetunióban egy ártípus átképzésen. Meg volt az átképzés, vége, az utolsó nap, hogy találkozunk, megyünk valamit haza, és hát akkor az este a
kiképzők, meg a mi négyen, akik kint voltunk, kiképzettek, meg a kiképzők. Minket a típusnak az orosz főpilótája képezett ki, mert ugye a mai valutával fizetett. És tehát ez 98-ban. Ez a kocintás az vizes poháról és vodkával, és hát éjfél körül, addig a műmosó ugye, éjfél körül az orosz főpilóta letett a poharat, elnéz, nyimányér, szennyűgy életvágyat. Na most ezt akkor szokták valamire mondani, amikor valami nagyon olyan van, hogy oda kéne figyelni. Tehát kint a fronton is számon tartották az öreget, és 98-ban még az orosz főpilóta ezt mondta nekem. Hát én akkor úgy igyekeztem szárazon tartani a nadrág szárazon, és ezt miért mondja nekem? Na, szóval igen, tehát a külföldi lapok is, európai lapok is felkapták, tehát éppen szegény menyüst húzzák ki a búvárok az ablakból. Kőkút volt Magyarországon az első, mint mondtam, hogy ő a telgalmatásról. Kőkút volt Magyarországon az első, aki 95-ben, miután, bocsánat, Enyik, miután 95-ben, 95-ben a művelődési otthonnak a falára feltették, ugyanis az ifjúkorát ő Enyikben töltötte, és hát Enyik, most is úgy mondják, hogy Enyiknek két nagyfia van, a Török Bálint és Szentgyörgyi Dezső. Tehát ők az első, akik a hivatalos megemlékezést elkezdték. Már hozzá kell tegyem, hogy ti korábban voltatok? Tehát a legelső az onnan jött, hogy az Antal kormány alatt kiadták, hogy a száraz katonai számok helyett bizonyos megfelelő hősökről, katonai hősökről vegyék fel a katonai egységek a nevüket. És hát éppen regnáló politikai tiszt a kecskeméti repülőbázison javasolta, hogy a Szovjetunió meg Moszkva felettünkben lelőtt első orosz vadászpilóta nevét vegyék fel, és akkor mi segítskenővel? Szabó Ervin. Ő egy vadászpilóta felállt, vagy pedig azt javasolja, hogy annak a pilótának a nevét vegyék fel, aki ezt lelőtte. Így édesapám volt hűmögés, de utána néztek, engedélyezték, de a fiúk előtte, pontosan a német Zoltánt, aki nem ismeri, vadászpilóta, az egyetlen magyar vadászpilóta, akinek harci ütközése volt élesben a második világháború óta, és tehát azért kell, amíg az őseim segítséget, mert ebben a jobban otthon van. Na most innentől kezdve, ők már még ezelőtt felfestették a Tobak Tibornak a könyve alapján a pumáknak az eredés kezdetekor látható jelét a gépeikre. Utána pedig bejelentkezik, igen, nem? Dongót festettek. Ja, dongót. Dongót festettek, és megjelent, bocsánat. Na, légy szíves, segíts, ez most a te asztalod. Tehát nagyon rövid kiegészítés, Szabó Árpi műszaki volt, és felállt, és mondta, hogy akkor legyen ennek az ezrednek Szentgyörgyi Dezső a neve. És akkor így az emberek így kezdték fölkapni a fejüket, az akkori századparancsnok, egy hihetetlen nagyszabású fickó, akkor ébredt, és rögtön támogatta. És ő akkor a szakmai és emberi tekintélyen rendelkezett, hogy az összes ilyen politikus úgy egy kicsit úgy ment össze, és nem mert más csinálni, mint vízszintesen rázt, vagy függőlegesen rázta a fejét. Úgyhogy így lett a Szentgyörgyi Dezső ezred. Szabó Árpi festette föl a 21-esekre a dombójelvét, az pedig úgy működött, hogy másnap jött valami nagy ember repülni, meglátta, és mondta, hogy ezt a fasiszta jelképet azonnal takarítsátok le. Hát ezt meg kellett tenni. Puma nem volt 21-esen sohasem, sajnos. Az már csak akkor jött, amikor a 29-esen. Csak a 29-esen. De ott volt. Nem is tudom, hogy volt. Majd. Na szóval Enyingen. Aztán Enyingen teret is neveztek el róla.
majd a ház, ahol lakott a Budapesten, a Márvány utcában, ott ezt a... A Mártirok és a Márvány utca. Nem Márvány, mi az az utca, ami föntről jön le? Mártirok és a... Márvány jön le. Nem, Márvány, bocsánat. Ott a... Jó, mindegy, Márvány utca. A Megvár tér sarka, de valami... Mert a Keleti Károly utca 2. Jó, Keleti Károly utca, nem. Szóval a cím az onnan volt a bejárat. És hát a somogyi tisztelői kör úgy döntött, hogy a szülőházára is feltesznek egy márványtáblát. Na most ez a kis falu, mondom, ez egy zsákfalu az erdőben, a Somogy Nagyatád környékén. És amíg, tehát a TSZ stb. Biztosított, meg az állami dotáció biztosított a mezőgazdaság létét a falunak, addig ugye magyarok laktak a faluban, és a falun kívül pedig volt egy, nem degradáló, mondom, a tényeket mondom, egy ekte földbe ásott cigány putri kis falu. Na most, ahogy a magyarok kiköltöztek a nagyhívákban, munka egyébként nem volt, szóval jelenleg sincs, ahogy a magyarok kiköltöztek a házakból, a cigányok úgy beszivárogtak, és ezért nem dőlt össze a falu, jelenleg is. Egy cigány család lakott apám szülőházában, és hát dicsérem a szobrásznak a pszichológiai ismereteit, és ha jól meg lehet ezt nagyítani? Próbáld meg az arcképet kinagyítani. Csak az arcképet. Egy olyan echte cigány gyereket faragott oda apámnak, nehogy valakinek is a faluba eszébe jusson bántani ezt a... ez a szobrásznak a zsenőrtását dicséri. Igen. Na most. Ja, igen, én vagyok. Vissza az, hogy megy? Igen, ezt pedig abból beszéltünk, ez már a MIG-29-esek. Aki nem ismerné fel, Németh Zoli található. Az a dalja. Egyébként, hogy mondjam, én hálával tartozom a társaságnak, ugyanis, hogy mondjam, ugye a politika, a hortista repülőtiszt fiából, fasiszta hortista repülőtiszt fiából az ország légibázisának a nevét viselő fiát. Avanzsáltak, így kerültem ide is. Nos, eredetileg ez a sírja, eredetileg a síron, ott a kő tetején Barton László szobrás művész, aki egyébként humás vadászpilóta volt eredetileg, egy jó 30 kilós pont, 18-as repülőgépet csinált oda, amit hát aztán bizonyos fémgyűjtő csoportok begyűjtöttek, és kisebb derült. Na most a fiúknak egy óriás ötletük támadt, fekete márványból csináltattak egy messzesvitet, amit egyébként, hogy mondjam, kőfaragó szemmel, aki eddig meglátta, azon csodálkozott, hogy kőfaragó, hogy tudott ilyen penkehéles vezérségeket csinálni. Csodálatos, amit egyébként 3-4-5 év múlva valaki begyűjtött, és az egészet megint elvitte. Hát ez viszont már gyűjtő, tehát ilyen repülésre egy gyűjtő kellett legyen. Itt az akkori parancsnok. Ő a gép. A 100. születésnapján Kecskeméten pedig egy bronz szobrot, bronz táblát, és hát hozzávaló kis emlék szerkezetet a repülőtér közepére. Szerkesztettek a fiúkat, a mostani parancsnok,
ő pedig Smigyú, Szent Iványi, az akkor, János, az akkor utolsó magyar pilóta, akinek még harci érintkezése volt az amerikaiakkal. Ő pedig Fakó Bandi bácsi, aki az utolsó Magyarországon élő más, aki nem a napokban, de elmúlt hónapokban halt meg. Na, most merem azt mondani, hogy felszállt a füst, ugyanis Gripen vadászgépek, temetésekor Gripen vadászgépek tették Budapest felett az emlékre, csinálták Budapest felett az emlékre. És Orbán Viktor, mint hadsereg főparancsnok pedig tisztelt a Karmelita erkélyéről a gép után. Hát ez egy Gripen, a Kecskemét Gripen vadászgép, a hölgy pedig a Kecskeméti, bocsánat, az Enyingi Művelődési Ház igazgatónője, aki ott szervezi az éves megemlékezéseket, mert itt a Gripen miatt mutattam. Nos, utókor. Igen, Császár Otto volt az első, aki könyvet írt róla, ezzel a címen ott van a könyv, még antikváriumban lehet kapni. Ez még az az időszak, egyébként, hogy mondjam, a cél az volt, hogy ifjúsági ébresztő, tehát az ifjúságnak példaadó. Azért itt még azért vannak benne némi csúsztatások, mert mondta, hogy hát azért még azt a nevet ne írjuk meg, tehát ez még azért az az időszak, amikor még azért, hogy ne írjuk meg, te ide fél, biztos, hogy vegyük ezt bele. Vedd bele, mert különben nem járulok hozzá, hogy megjelentest. Én tulajdonképpen azt mondtam, hogy... Jó, kész. Azt mondja, ez az első, a második, hát azt kell mondjam, hogy ezzel alapmű, ami a repülések történészek is ebből a könyvből szedik ki az adataikat a kutatásaikhoz. Neki kihagyhatatlan Beze vagy Stengbecsal a neve. Képzeljenek el egy 10 éves srácot, aki azért tanul meg 3 nyelvet, németet, orosz, angolt, hogy amikor lesz pénze, akkor beszélhessen azokkal tehát a pumák ellenfeleivel külföldön beszélhessen, és a kinti levéltárokból össze tudja szedni az pumáknak a történetét, mert mondom, Magyarországon a levéltárnak van, aki azt mondja, hogy 1%-a maradt, meg van, aki 10%-ot van, de Magyarországon meg sem is ült. A németek is, Magyarországon is meg sem is ült. És tehát 10 éves korában, és onnantól kezdve a kis hátizsákjával végigjárja az oroszokat, elbeszélget a még élő pilótákkal, az angolokat, Amerikát, és félelmetes mennyiségű ismeretanyagot szed össze. Én is egyébként a sztorikat, azokat apám barátaitól tudom. Apámtól nagyon keveset. A szárazon adatokat viszont én is innen szedem ki. Aztán Torgyula is írt, Istennel a hazáért, a társaságról. Aztán Kálmán az öccse, és írt egy családi könyvet, ebben nagyon jó kis anekdoták vannak, de. Hát ebben mondjuk az az érdekes, hogy a családban jelenleg, ez ha már nem jelenleg, de 5 repülőember van. Azt mondja, hogy volt édesapám, voltam én, volt a fiam, az öccsének a fia és a felesége. Na most, hát nem maradt ki a nyugati repülő szakirodalomból sem a neve. Itt látjuk. Aztán, ami megdöbbentett, Aviation History, amerikai újság, ott van a
a deadliest puma, tehát leghalálosabb, legveszedelmesebb puma. És ebbe egy hatoldalas cikk van a lábból. Nagyon korrekt cikk. Hát ez pedig az utolsó sarjadék. A fiam, aki amikor ez készült a vízérnél repülve, a bukaresti repülőtéren a székely zászlóval mindezt a románoknak, hogy a lopott kabát visszajárják. Ennyi lett volna. Nagyon szívesen válaszolok, hogyha